fenyőfák díszes ágai, angyalhaj csengő gyertyafények. Ilyenkor még a torba is föl-fölfüggeszti tán a szakmát, szerint lesz a garomba is, előre elmenik alapján. Most van a leghosszabbiké, de most győz rajta épp a nappal, ebben segít, nyilván ezért jön le a mennyből az angyal. Gyorsan fogy az út, már ott hol jársz, ott hol.
pedig az volt az oka, hogy fényében ő gyermek áldásban részesültek. Vagy egy lánykával, vagy egy fiúcskával, de minden évben úgy taggal bővült a család. Azonban a 9. gyermek születése után a férfi meghalt. Mária pedig egyedül maradt 9 csemetéjében. Micsoda felfordulást tudnak csinálni az apróságok? Ha kértek egy szelet kenyeret, mindjárt 9-et kellett szelni. Éjszaka úgy nézett ki a szobán, akár a menekült tábor. A sok keresztül kasmúr felállított kisebb-nagyobb ágyukok mellett mégis sem lehetett. A párna és a paplan halmok alól göndör, szőrő és fekete buksi fejek kandikáltak ki. Mind a 9-en jó étvágyú, megfigyelséges, életvidám kis nyúlgók voltak. Igazi urat vagy hölgyet nevelnék belőle.
Gondolja meg, egy éhes szájjal kevesebb. Halljátok ezt, igazi Uller valaki közülete, de ki, micsoda szerencse, de kit válassza? Peti, te nem mehetsz, mert te láttad a legkisebbeket. Dali azért nem, mert nagyon segít nekem a házkérő munkába. Ricsi fog a legügyesebben tüzet rakni. Anna és Krisztián még nagyon kicsi, ők azért nem mehetnek. Minetta, fogyod nálad oda a te hangod nélkül, nincs semmi érzénekünk. Bence hasonlít a legjobban az édesapjára. Ligi azért nem lehetne, ő a legfokosabb közünk rá, még küzdjük. Szabina! Te érdekel, te érdekel a mesterségem. Ki veszi át majd a helyem, ha belőled előkelő egyet maradnak? Uram, kérem, mit akar, de a gyermek én nem tudom. Tessék, ezt az ezerpengőt önöknek adom, kedves Mária, csak egy kívánságomat teljesítsék. Ne énekeljenek többé. Ilyen boldog karácsony! Először a karácsonyfa, most meg az ezerpengő. Még sosem volt ennyi pénzem, hogy jól beosztjuk, hogy mindenkinek jusson valami apróság. Hurrá! Hurrá! Meghallja a házi úr, és csak énekelni kell szabad. De kell! De Jézus körül húzott a jelenlét. Milyen jó lenne a játékokkal játszani. Én meg etetném, és elindatnám a babáskám. Legalább énekelhetnék. Hát énekeljük! Csík, tudod, hogy nem szabad. Édesanyám megígérte. Anyám, énekeljük el azt a dalt, amit tanultunk. Nem lehet gyereket. Lehet a szomszédeimnek tetszik az énekolgatokat, csak miért nem tetszik? Nagyságos uram, ne aludjon el. Inkább szegények maradunk, még énekelni fogunk. A szabadon szárnyal ének szó drágább a világ valamelyik kicsének. Hogy lehetnek ilyen boldogok ezek a szegény emberek? Még az ezerpengők sem kellett neki. Mi lehet az, ami a pénznél is jobban boldogít? Kérjen!